Üdvözlök! Ismétlen mindenkit! És látszik, hogy ez az OP Studio van megnyitva. Nagyon sokáig nem volt olyan jellegű videó, ahol hallott lehetett a hangomat. Egyszerűen nem, mert az is azért nem volt, mert az ördög mindent megtesz, hogy ne legyen. És akkor itt lehet látni, hogy mit csinálok éppen mostan. Most éppen nézem azt a csatornákat. Ez egyik videóm már 10552-en megnézték. Okoltam egy pár húzert ki, aztán gondoltam magamat. Visszaállítottam. Legyen. És itt vannak, hogy látszik, hogy a csatorna, mintha növekedni kezdene. Növekszik. Lassan. Minél több videó van mostan fönt ilyen streamek, annál kevesebb a szám, hogy nincsen rajta semmi, annál magasabb. Így van a algoritmus. Számolja ki ezeket rendesen. És akkor itt volt, hogy mostanában voltak ilyen streamek, volt ilyen mega is. Ott milyenek is voltak, és nézni is mutatom. Hogy voltak itt ilyen ingyen filmek, tévék, sorozatok. Minden volt. Itt mindig a legfontosabb, nem szabad akkor se, hogy a tévé vonjon be. Ezek itten nagy része, hogy itten volt ez a globálteles videóban, hogy van, ingyen lehet szerezni angol nyelvű, meg szerb feliratú filmeket. Ez csak azért lehet, hogy jobban lehessen gyakorolni az angol meg a szerb nyelvet, amúgy nagyon nem mutattam volna, meg ami van lehetőség alig 210 dinári havonta szerezni angol nyelvű filmeket, sorozatokat, ez csak Szerbiában lehet elérni, máshol, más oldott országban ezt a nem lehet. És akkor volt ez a Robater meg a Telenor, hogy megemlítve, hogy mennyire jók, hogy nem annak, nem kell semmilyen szerződésre kötnötök velük. Én mondom ezt, van ez a Globaltel. Meglepődtem rajta, milyen jó kis virtuális szolgáltató. Azzal annyival olcsóbb a hívás, mert éppen megy. Interneten át telefonál. És már rögtön már fele annyit kell fizetni, hívásoké, mint a más számoknál, ha nincsen csomagod. És itt vannak a internet. Hát, az internet csomaga 5 GB csak 30 napra, eléggé kevés, ezért lehet két darab számot, az egyik a Telenor, úgy kell kezdeni, a Telenornál már korlátlan van, 100 GB gyors, aztán meg 2 MB per szekundum havi 1000 dinári. Itt van Szerbiában, és itt van, hogy a globálteles számokat hívsz, percdíjak 5 perc, ez sem annyira jó. De ha telefonon át van, interneten át, akkor még 0 dinár. Akkor az a csomag, hogyha megveszel 900 vagy 1000 dináré a csomagot, ami korlátlanul van hívás, minden akkor megéri, amúgy nem. Annyira éri meg szerintem. És itt van ez a másik, rezsát hívsz. Simkárt, szóval hívod a sajátodat. Akkor 10 dinár, 10. De hogyha már Globaltel applikációból van, akkor meg 6 dinár, és a PSD 8 dinár. A másikokat hívod, akkor is jó, 10 dináros PSD. Ez a kapcsolási díj, meg a 10 dinár. Itt 5 dinárért van a kapcsás, ha a mobiltelefonom van, még 8 dinár. Jóval megéri interneten át hívni, és itt ki lehet fasz, milyen országot.
Argentinát, Ausztráliát, Afganisztán. Nézzük meg, milyen a... Általában mindig az szokott lenni, hogy nagyon sokan vannak kint külföldön. Ez az Ausztria. Itt is van. Húznár. Mert ott vannak a legtöbb külföldön kint dolgoznak. A legtöbben dolgoznak, az szokott mindig a legdrágább lenni. És akkor itt van például egy... Netán valaki kint van. Bosznia-Hercegovinába. Az is jóval drágább, mert még ide tartozik. Van ez a Magyarország. Itt van Ausztrália. Mindössze kevesen vannak. 10 dináros a... 10 dináros percdíj, ugyanaz, mint Szerbiába. Itt az a lényeg, hogy minél kevesebb külföldi van, annál olcsóban lehet hívni. Itt van ez az Azerbajdzsán. Hát, nézd, hogy eléggé drága az Abecsisztán, 50 dinár percdíja. Nézzük meg itten a... Felejtettem el. Ez különben a VIP mobillal partner ilyen, Ausztria. Grupa, Vodafone Group. Akkor nyilvánvalóan eléggé olcsó fog lenni a Magyarország és ma a magyarokat mennyire lehet hívogatni őket. Magyarska, mondom, olcsó lesz azok a partner cégek. Jó, hogy 10 dinár meg 20 dináros percdíj. Jó, hogy az ilyen olcsó, mert partnerek? Mivel partnerek még? Kínával. Van. Kínával is partnerek. 10 dinár. Jó, hogy partnerek, mert onnan gyártsák le a jósó színkártyát. Nyilvánvalóan kedvező csomaggal lehet hívni a kínaiakat. Én nyugodtan megbírom fogni a telefonomat, és bírok rajta hívni kínaiakat föl. Nézzük most a japánokat. Nem csak jó drága lesz. Nem annyira, mint az Ausztria. Nem olyan dolgoznak kint németeknél, mint Ausztriában. Ausztria legdrágább, ott keresnek a legtöbbet. Meg? Cégek? Hol van itt a Japán? Nézzük meg az Iránt. Hát eléggé drága az Irán is. Irak. Az még drágább. Nézzük az Izraelt. Itt van. Izraelnál az Izrael mobilt kedvezően lehet hívni. A partnert nem. Izrael mobil szolgáltatót 10 dináros, a legdrágább meg 30 dinári lehet. Szóval ilyen SMS-ek. Hogyha te a globáltalakonzásból írsz, akkor 0 dinár. Ha meg ha amúgy, akkor meg 5 dinár, vagy 4 dinár. És ez éri nagyon meg, hanem a free. Védjük, 1000 dinárért kapsz 4 gigabájtot, ráadásul 100 gigabájt internetet is kapsz. Ez itten eléggé jó. Jön a másik feltöltés, az a Telenor. Vajon megerősödött a Telenor is internetes feltöltésben? Van nem itten semmilyen szerződésről beszélünk. Ez a prepaid feltöltőkártya. És itt nem kell semmilyen szerződéssel kötni senkivel se.
útivatúak. És akkor itt van az a csomagok. És bemutatva, hogy mennyit is lehet. Itt van internetet. Ja, akkor csak azért lehet, mert már régi a telefonszámom. Úgy néz ki. Nekem olyan csomagom van a régi telefonszámomon, hogy 1000 dinári, nem 10 gigát kapok, hanem 100 gigabájtot és korlátlant. Nézd, hogy régi a számom, nem mostanában lett véve, több mint egy éves. Csak azért kapok ilyen kedvezményeket, már 2 éve van. Hát. Akkor úgy néz ki, hogy újabb kártyákra már nem adja meg, folyton változtatja, ez érdemes egy pár évig tartogatni a telefonszámokat, mindig többet annak a szolgáltatók jobb csomagokat. Úgy néz ki, csak a globálteles van még más helyzetben, és akkor ezt megéri. Még van ez a más csomagok is. Ez a, lett ez a Telenor, meg ez a Globáltel, mert ezek a szolgáltatóknál nem kell semmilyen szerződéssel kötniük. Egyszerűen nem kell szerződést kötni, annyit tesz ki, hogy nem sértik az egyéni jogaimat. Nem tartozok semmilyen felelősségre utánuk, hogy jó vagy nem jó. Csak az a baj, hogy ő se nagyon nekem, ha tönkre megy a telefonom, akkor saját összebükkel megtéríteni, és akkor veszek egy másik telefont, berakom a kártyákat, és már is van internetem korlátlanul. Meg